Eger. Hazánkba, ha valaki meghallja ezt a városnevet, két dolog jut biztosan az eszébe. A törökkor és a bor. Jelen esetben az utóbbi fogalom az, amivel foglalkozunk. Az egri borvidék messze földön híres, gondoljunk csak az egri leánykára vagy a csillagra. A minőség fenntarthatósága érdekében azonban szükség van a megfelelő szakemberek utánpótlására, és ezt igyekszik az Eszterházy Károly Főiskola támogatni. Az intézmény július 1-től Eszterházy Károly egyetemként működik tovább, és új szakok kerültek akkreditálásra, ilyen a szőlészborászszak is. Kezdő lépés ebben az agrárterületi fejlődésben az Eszterházy Károly szőlészeti borászati napok február 15-e és 16-án Egerben. Július 1-től az Eszterházy Károly főiskolából egy szép négy kampuszú egyetem fog létrejönni, és úgy gondoljuk, hogy több szak fogja fémjelezni, ezek közül az egyik a szőlészet borászat lesz. Ez nagyon nagy hiány jelent Észak-Kelet-Magyarországon, úgyhogy egyébként fantasztikusan teljesítő borvidékek vannak. Úgy gondoltuk, hogy nekünk itt meghatározó szerepet kell játszanunk, legyen az Tokaj, vagy Eger, vagy a Mátra alja. Úgy gondoltuk, hogy ezt úgy lehetne, hogyha konferencia mellett egy versenyt is szerveznénk, hisz a célunk azért az, hogy a fiatalok lepjék el ezt a új szakot, ezt az új egyetemet, és hát emeljék olyan magasra, amilyen magasra csak szeretnék. Még nagyon sok, hogy az a lemaradásunk ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez Bordeaux, vagy azt mondhassuk, hogy ez Toszkána. Mi szeretnénk egyszer azt mondani, hogy Bordeaux már majdnem olyan, mint Eger. A célok elérésében segít Egerváros önkormányzata az intézménynek egy újabb, hosszú távú együttműködés keretein belül. Eger önkormányzata számos olyan intézményi ingatlannal rendelkezik, amelyek segíthetik a szőlészborász képzést itt Egerben. Némi küzdelmet kellett vívnunk azért, hogy ne csak a Földművelési Minisztérium által fenntartott intézményekben lehessen agrárképzést működtetni. Mi úgy gondolom, hogy a tangazdasággal, a mezőgazdasági célú intézmények rendelkezésére bocsátásával mutattunk egyfajta elkötelezettséget annak érdekében, hogy ezek a szakmák Egerben tanulhatók legyenek. Nehezen tudok elképzelni egy történelmi borvidéket, úgyhogy ott ne lenne szakmai utánpótlás képzés, és bízom abban, hogy a gyöngyösi, az egri, a bükki és a tokai borvidékek e területen tekintetben is összefognak majd, hiszen a térség egészének a versenyképességéről van szó, és arról, hogy a mezőgazdaság, az agrárium a foglalkoztatási feladatainak is legyen képes eleget tenni. A kétnapos szőlészeti borászati napok két fő részből állt, egy konferencia sorozatból a Hotel Egerben és egy középiskolások számára rendezett szakmai versenyből több helyszínen. A rendezvény az EKF több szervezetének összefogásának eredményeként jöhetett létre. Hát ez Eszterházy Károly főiskola, és ez a főiskolának több egysége szervezi ezt a rendezvényt, ami több részből áll. Egyrészt most kezdődik egy szőlészborász szakmai verseny középiskolák számára, ahol szővel borral kapcsolatos oktatások folynak. 6 ilyen csapat jön az országból, 5 városból. És saját maguk a középiskola döntötte el, hogy melyik tanuló jön erre a versenyre, ki képviseli az iskolát, illetve egy-egy csapatba beívhattak gyakorló fiatal borász, 40 év alatti fiatal borászt a régióból, így van ez Kiskörösnél, de Sopronnál is így van, Villánynál is, és Egerben is a két csapat két nevet gyakorló borászt hívott be a csapatába segítségül. Ennek az a lényege, hogy a diákok, a tanulók, középiskola tanulók most is tanuljanak a verseny alatt is, versenyre is készülnek, meg verseny alatt is tudnak tanulni, ellesnek egy-két gyakorlati fogást, meg egy-két elméleti dolgot a már végzett egyetemet, általában egyetemet végzett szakemberektől. A legfontosabb dolog, hogy a tanulók ismerete bővüljön, akik eljönnek a konferenciára, szőlőtermelők, bortermelők, azok kapjanak új információkat, egyrészt a szőlőtermelés borászat területéről, másrészt nagyon fontos lesz az idejében géptámogatások, a kertészeti gépek, illetve borászati gépek vonatkozásában, beruházás vonatkozásában, és hát itt lesz két helyettes államtitkár, helyközségének nemzeti tanácsa elnöke, főtitkára, őket meg lehet kérdezni, hogy hogyan látják a jövőt, hogy képzelik el.
A szőlészborász szakmai verseny kezdete előtt találkoztunk Román István agrárképzésért felelős államtitkár helyettessel, akit alkalmunk adódott meginterjúvolni. Minek köszönhetjük államtitkár úr megtisztelő látogatását? A Földművelési Minisztériumnak komoly szerepe van az agrárszakképzés megszervezésében Magyarországon, egyrészt szakmai oldalról, másrészt pedig intézményfenntartóként is, és mint ágazati minisztérium a szőlészborászképzés az egy fontos terület, ahol a szakképzés rendszerét országosan szerveznünk kell. Mai rendezvényen több szakképzőiskolának a diákjai részt vesznek, akik egyrészt FM fenntartású intézményekben dolgoznak, másrészt pedig valamilyen együttműködési megállapodás keretében más fenntartó által működtetett intézmény tanulnak és készülnek szőlészborásznak, úgyhogy én magam is kíváncsian várom azt, hogy azok a fiatalok, akik azt a pályát választották, hogy szőlészborásszá kívánnak válni, de az iskoláikban hogyan teljesítenek, mert nyilvánvalóan ez a fajta verseny ez a diákoknak is és az intézményeknek a működéséről is egy nagyon jó visszajelzés. Középfokú szőlészborász képzés az országban 9 iskolában valósul meg. Van 4 olyan intézmény, amely az FM-nek a fenntartásában működik, és van 5 olyan, amely valamilyen együttműködés keretében valósít meg ilyen képzést. Egerben is a szakképzési centrummal kötött megállapodás értelmében lehetőség van arra, hogy bár nem FM fenntartású szakképző középiskola van itt, de lehetőség legyen szőlészborász képzésre. A Földművelési Minisztérium ezt hosszabb távon szeretné biztosítani, mert mindenféleképpen fontos a számunkra, hogy azokon a borvidékeken, ahol hagyománya van ennek a képzésnek, ez megmaradhasson, és ennek érdekében kezdeményeztünk egyébként törvénymódosítást is, hogy Egerben ennek a feltétele rendszerei minél inkább megteremtetőek legyenek, és az a képzés, ami ezen a területen évek óta zajlik, az tovább folytatódhasson. A szakmai verseny a hivatalos megnyitó után szinte rögtön kezdődött is. Az első állomások külső helyszínen egy igazi boros pincében voltak. A diákok itt gyakorlati ismereteiket tehették próbára. Ezen az állomáson pontosan milyen műveleteket végeznek el a diákok? Hát itt egy vörösbor héjonerjesztést kell, hogy bemutassanak, és hát igazából nyilván már egy kicsit késő van, tehát vagy már egy kicsit a szüret után vagyunk, tehát már nyilván nem cefrével, de ezen a tartályon be tudják mutatni, hogy milyen a szabályos hát gyakorlatilag körfejtés, illetve a cefrekezelés, mire kell figyelni, mik azok a szempontok, amiknek érvényesülnie kell, és hát nyilván ezt ellenőrizzük. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, ugye az egri borvidéken azért a többsége a szőlők területnek kékszőlő, és hát ugye ez a technológiai folyamat, ez egy nagyon fontos a vörösbor készítés során. Nagy vonalakban milyen műveleteket kell elvégeznie itt a diákoknak ennél az állomásnál? Hát nagy vonalakban igazából van mögöttem egy szivattyú, 2 cső darab, egy hozzávaló kulcs, és ugye egy létra, egy tartály, és ezeket, hogy hogyan kell összeszerelni, melyik a szívóvezeték, melyik a nyomóvezeték, hogyan kell felvinni a tartályra a csövet, hogyan kell biztonságosan ezt a munkafolyamatot elvégezni. Tehát azért ez egy eléggé egyik oldalról rutin feladat lenne, de a másik oldalról azért ugye a mindennapokban, amikor már ugye adott napon 3-4-szer zajlik ez a folyamat, azért hát ebből azért szokott baleset is sajnálatosan lenni, de pont azért próbálunk segíteni ez alkalommal, a verseny alkalmával is, hogy ez minél jobban berögződjön, és hát ilyen hibák ne történhessenek, mert hát azért tényleg azért ez egy balesetveszélyes szakma. Itt vagyunk a harmadik állomáson. Milyen feladatokat végezhetnek el itt a diákok? Hát az itteni feladat az gyakorlatilag egy lapszűrés, tehát a lapszűrőnek az összeszerelése, illetve hát gyakorlatilag a gép működésének a bemutatása, vonal összeszerelése történik ezen a feladat. Tehát ezen a gyakorlati színhelyen, úgymond. És milyen színvonalon végezték el eddigi csapataink? Gyakorlatilag a versenyzőknek a fele volt idáig, aki szerepelt idáig, nem azt mondom, hogy leszerepelt, mert nagyon szépen, nagyon ügyesen szerepeltek, és ezzel ugye elárultam azt is, hogy azért a tanulók felkészültek, látszik az igyekezettség, tehát azért szépen szerepeltek így összességében, tehát jól elvégezték a feladatokat. Kisebb-nagyobb hiányosságokkal, de hát azért ugye a főbb feladatokat, azokat elvégezték, hát nyilván ugye a gyakorlati fogások, meg ugye ezek a rutin fogások, eljárások, azok majd ezek kialakulnak. De megvan az igyekezet, megvan a szorgalom, megvan az akarat.
Hát most ugye gyakorlatilag itt az apró buktatók azok lehetnek, tehát például azok a fogások, tehát hogy a lapszűrő esetében, tehát például a lapok behelyezésénél, ugye a pontos odaigazítása kereteknél, ugye a gépnek a szorító szerkezettel történő helyes megszorítása. Tehát hogyha ez nem pontosan történik, akkor ugye a gépnél ugye az üzembehelyezés után ugye előfordulhatnak olyan technológiai problémák például, amik... Rá kell erre jönni erre a dologra, de úgy látszik, hogy az igyekezet az megvan, akarják is. Most nyilván ugye itt éles szűrés az nem történik, azért egy picit akkor máshogy néznek ki a feladat, de azért ebből a feladatból már lemérhető az, hogy megvan a kellő tudás ahhoz, hogy a későbbiekben majd fogják tudni ezt a gépet berendezést üzemeltetni. Eredetileg 4 gyakorlati versenyfeladatot kellett volna a diákoknak elvégezni, de sajnos a rossz idő miatt a szőlőmetszési részt ki kellett hagyni. A kihívások teljesítése után kis pihenőidő következett. Milyen élményekkel gyarapodtatok, és mennyire tudtátok az eddig szakmailag tanultakat alkalmazni? Az eddig tanult szakmaiakat nagyon jól alkalmaztuk. Én magam is a Sós István borászati szakközép és szakképző iskolában végeztem. Ők most végzősök. Én vagyok úgymond a szakmai kísérőjük. Nagyon ügyesek. Nagyon jól alkalmazták a szakmai tudásukat. Fel vannak készülve abszolút a szakmabeli éles helyzetekre. Te hogy értékeled most, hogy a szakmai vezető is elmondta, hogy nagyon ügyesek vagytok, de te hogy látod? Hát szerintem így összességében jól teljesített a csapatunk. Nem voltak olyan extra kihívó feladatok, szóval így könnyebben teljesíthetőek voltak, de azért kellett a csapatmunka. Igen, én is úgy gondolom, hogy mindenki számára abszolút könnyedén elvégezhető feladatok voltak. Amit gyakorlaton tanultunk az iskolában, nagyon jól tudtuk alkalmazni, bőven elegendő volt a tudásunk hozzá. De az a 40 év alatti szakmai vezető vagy úgymond, aki az egyik csapat tagjaként szerepelsz, milyen feladatokat láthatsz el? Tulajdonképpen a feladatok közül bármelyik részét vállalhatom, de elsősorban én csak külső megfigyelő vagyok, és szóval segítem a srácoknak a munkáját. És hogy értékeled, hogy önmaguktól hogy haladnak a feladatok leküzdésében? Nagyon jó haladnak, egy kis magabiztosság kell még nekik, és akkor minden jó lesz. És mennyire működhet az, hogyha esetleg nem tudnának semmit, akkor te mondod végig, hogy mit csináljanak? Maximálisan működik, megtörtént már ez is, hogy kicsit bele kellett szólni. Elfogadják a tanácsot, a zsűritagok vagy a bírálók ezt nem veszik rossz néven, úgyhogy így hárman alapítunk egy csapatot, ez a lényeg. Milyen tapasztalatokról tudtok beszámolni a verseny gyakorlati részével kapcsolatban? Hát igazából sokkal nehezebbnek gondoltuk először, így láttattam be a feladatokat, de igazából mindegyiket tanultuk az iskolába, át is vettük, külső gyakorlati helyen is láttunk ilyeneket, tehát azért effektíve könnyűszerrel megcsináltuk őket. Abszolút nem voltak nehezek. Hogy vélekedsz erről? Hát én is kicsit nehezebbre számítottam, és szerencsére gördülékenyen ment a dolog. Te vagy a csapat szakmai vezetője, ugye? Te hogy látod a csapat munkáját, mennyire voltak felkészültek? Abszolút felkészültek voltak, volt az egész csapat. A szakmai tapasztalat nagyon sokat nyomott alatba, úgy gondolom. Nyilván az elméleti alap is kellett hozzá, de szerintem a gyakorlat adja meg a gerincét ezeknek a feladatoknak. A külső feladat nem maradt egyébként el, írásban kellett bemutatni a korábban már tanultakat. Az első nap verseny részeit le is zárult, de még közel nem volt vége a versenynek. Kedden újult erővel vetették magukat a feladatok közé a diákok. Az első állomás az EKFD épületében, a kémia tanszéken várta a diákokat, ahol borászanalitikai feladatokat kellett megoldani. A verseny során lehetőség volt leíratot kérni, ami írásos segítség a feladat elvégzéséhez, de az elért pontok felezésével járna. A csapatok felkészültségét jelezte, hogy senki nem élt a lehetőséggel. Itt vagyunk a kémia és élelmiszerkémia tanszéken. A mögöttünk láthatjuk, hogy a diákok tevékenykednek. Milyen feladatokat töltenek be most éppen? Most tulajdonképpen két ilyen klasszikus borászati analitikai feladattal kell megküzdeniük. Az egyik az a kén-dioxid tartalomnak a meghatározása, szabad és kötött kén-dioxid tartalom, a másik pedig a titrálható sav tartalomnak a meghatározása. Ezek olyan klasszikus labor feladatok, amitől hát általában egy kicsit fáznak a borászok is, de nagyon fontos a mindennapi rutin munkájukhoz nélkülözhetetlen paraméter.
karaktereket jelentenek, és azzal gondolatunk, hogy egy modern képzés részeként a diákoknak ezt is maguknak is meg kell tudniuk csinálni, hogy majdan abban a pincészetben, ahol dolgoznak, ez már ne legyen kihívás számukra. A szakmai életben is nagyon fontos, hogy ezt a tudást magukénak tudják. Ezt főiskolánk is tanítja a hallgatói számára? Hát amikor még volt bortechnológus képzésünk, akkor természetesen nekik egy fél éves labor gyakorlatuk volt ebből, és hát őszintén reméljük, hogy, illetve most már nem csak egyszer reméljük, hanem biztosan tudjuk, hogy visszatér a szőlészborász ez, illetve FOSZ képzés, és visszatér, vagy pontosabban most már lesz szőlészborász VSC képzésünk is. Ezeknek rendkívül fontos részét fogja képezni mindaz a kémiai tudás, ami a bor keletkezése során lejátszódó folyamatok megértéséhez szükséges, illetve ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat irányítani, befolyásolni tudják, az esetleges problémákat kezelni tudják. Tehát ez egy nem csak általunk nagyon lényeges elemnek tartott rész a képzésük során, és hát mi nagy örömmel várjuk, hogy újra taníthassuk a borászdiákokat, és mindezt megismertessük velük a gyakorlatban. Amint itt végeztek a csapatok, az Eger Food regionális tudásközpont épületébe mentek át, ahol továbbra is a borok minősítésével foglalkoztak. Borkóstolás volt a feladat, így már nem csak a tanultakat, de az ízérzéküket is be kellett vetniük a diákoknak. Milyen ismereteiket tesztelhetik itt a diákok? A diákok az önmaguk ismeretei közül a bor hibával, a bor beltartalmi értékeivel kapcsolatos ismereteit, illetve a borvidékekről szóló tudásukat tesszük próbára. A három feladat végül is nagyon egyszerűnek tűnik, de hogyha a finomságokat is figyelembe vesszük, akkor néha nem lesz esetleg túl könnyű. És szakemberként mennyire fontos, hogy tisztában legyenek azokkal a fogalmak, amikkel itt már tisztában kell lenniük? Én azt gondolom, hogy alapvetően ismerni kell a borbetegségeket, a borhibákat, tehát arra próbálunk rámutatni, hogy hibás beteg bor ne kerüljön a fogyasztók asztalára egyfelől, másfelől pedig bizonyos bor jellemző tulajdonságokat ismerni kell szintén, nagyjából a mennyiségüket is, hogy egy pohár borban, vagy egy palasz borban mennyi lehet például a savtartalom, mennyi lehet az alkohol, és így tovább. Tehát a fő meghatározó paraméterekre kérdezünk rá az analitikai ízfelismerés oldaláról. A harmadik feladat pedig tulajdonképpen a bortermelés, a magyar borvidékek, a magyar bor ismeretéről kér számot. Itt az lenne a feladatuk, hogy a borvidékek jellegzetességeit ismerjék fel. Vélhetően jól választottunk mintaborokat, tehát reprezentálják a borvidék adottságait, jellemző borait. A feladatsorozatok záró része egy szóbeli verseny volt a Hotel Estellában, itt még lehetett gyűjteni a pontokat, szépíteni az eredményt. És itt volt a pont, ahol szorosan visszakapcsolódott a verseny a szőlészborász konferenciába. A diákok fél öttől hallgatták az előadásokat, amit a verseny eredmény hirdetése követett. A nyertes csapat igen megilletődött az első helyezésen.
Az Eszterházy Károly Szőlészeti Borászati Napok rendezvény nem ért ezzel még véget, hiszen 19 órától borbemutató és borkóstoló várta a vendégeket, az egri, a bükki, a mátrai és a tokai borvidékek boraiból.